azon hős tette, ki magát elszánja, és számosak élete megmentése véget maga alatt puska portárt felrobbantja, s hazájáért hal, örökké marad. Azon fáradozásoknak, melyekkel a hív hazafi éjenként foglalatoskodik, se vagyonát, se idejét, se egészségét a közjó előmozdítása végét nem kímélvén, mi döntán hazafiai azért még sárral is dobálják, vagy azon jó tevő fele barát csendes munkálkodásinak, melyek által az ügyefogyott és szíve törött enyhítést, a kétségbe esetnek lélekerőt ád, bizonyosan van tanúja, s valahára azok legtisztább fényben ragyogni fognak. És gondolnánk-e, hogy mindazon szép diadalmak, melyeket sokszor négy fal közt az erény a legbájolóbb csábokon nyer, mint azon néma aggodalmak, melyeket a vajmisok tiszta lény, akik gyűlölt karjai közt az élet ki nem mondható kínjait elszánással híven tűrik, s idő előtt sírba terítenek, minden jel jutalom nélkül felejtésbe fognak merülni? S hány bajnok dült oda élő bizonyosság nélkül a vérengző mezőn? Hány vitéz csontjait fedi néma föld, s a mennyei gerjedelemről hallgat, mely a deréket pillanatig isteni erőre emeli? Hány virradás leli a fáradozó hazafit nem is gyanított nehéz munkája mellett, midőn azt szinte napköltekor végzi? Mennyi áldozat foly le tanú nélkül a feledék határtalan tengerébe? S hány haldokló ágya utolsó nehéz vonaglatiban a hű barátot, ki éjenként ápolgatja a szerencsétlent, s nyugalmat és lelki békét pihegre áll végpillanataiban is anélkül, hogy töredező szava hallatnék? s hány tiszta kebel imádja éjféli csendben térdre borulva irgalmas istenét, hogy a bűnös szerelem súlya gyenge szívét ne repessze el. Azonban, amit éjjeli setétség fed, nem hozza világra a napsugár mindenkor azt azonnal.